Üdvözlöm Önöket a DeepSage-ben, én Reháker Andrá vagyok, és az a lemtitkolt célom, hogy a gondolkodásmódjukat egy kicsit formáljam, és olyan irányba tereljem, ami szerintem érdekes, és amivel nagyon is kell foglalkozni. Ugye rengeteg ilyen téma van, amivel kapcsolatban megpróbálnak manipulálni bennünket mindenhol a médiában. Nyilvánvaló, hogy az ember nem objektív, mindenkinek megvan a maga nézőpontja, a maga agendája, nyilván nekem is, én keresztény nézőpontból és a proféciák irányából közelítem meg a napi híreket, teljesen abszolút nyíltan, felvállaltam, és ugye ez is egy látásmódot ad, és pontosan ezért érdekes szerintem nagyon sok minden, mert ugye ebből a szempontból nem nagyon szokás elemezni azt, hogy mi történik körülöttünk. Ugye most több olyan esemény is volt, ami egyértelműen bemutatja, hogy egyáltalán nem szabad a szemünknek hinnünk, és hogy semmi sem az, aminek látszik. Ugye, ha csak két egymástól abszolút elkülönülő hírt nézünk, mégis a végén megtaláljuk mögötte az összefüggést. Ugye az egyik az az, hogy a hétvégén elindult újra a Pride hónap. Nagyon boldogok vagyunk, ugye a június ki van kiáltva a Pride hónapnak. Ezt nem vártuk, de. Úgy tűnik, hogy olyan események történtek, ami viszont mégiscsak beszédtémává fogja ezt tenni, mégpedig Filadelfiában ugye tele van az X, meg az összes ilyen bulvár sajtó azzal, hogy Filadelfiában elkezdődött a Pride hónap egy felvonulással, amit a Queers for Palestine, akiket ugye rendszeresen emlegetünk, megállított. Tehát szépen jöttek a dobokkal, meg kiöltözve, meg a Pride zászlókkal a az emberek a Pride felvonuláson, és akkor velük szemben pedig ugyanígy queers, tehát hasonlóan szivárványos ruhában, de kefiával felszerelkezve és óriási palesztin zászlókkal, meg erősítőkkel és mikrofonokkal felszerelkezve ott volt a Queers for Palestine, és azt üvöltözték, hogy a folyótól a tengerig Palesztina szabad lesz, tehát ugye lényegében azt az üzenetet közvetítették, hogy addig, amíg a palesztinok ügye nincsen rendezve, addig senkinek nem lenne szabad Pride felvonulásokat rendezni, és hogy nincsen joga ennek a közösségnek az, az, az alatt az idő alatt, amíg Palesztina fel nem szabadul felvonulni. Na most, ha egy kicsit visszagondolunk e mögé a dolog mögé, akkor megláthatjuk, hogy hasonló probléma kezd kibontakozni, ahogyan a 70-es évektől, meg a 60-as évek végétől kezdve a feminizmus és a feminizmusnak a lendülete mögött elkezdtek bejönni ezek az úgynevezett kisebbségek. Ugye tudjuk, hogy a feminizmus az első sorban azt próbálta elérni, hogy a nő a saját magával, a saját idejével, a saját életével rendelkezni tudjon, ami aztán abba az extremitásba is elment, hogy ugye a nő jogaként határozták meg azt, hogy megölheti a meg nem született gyermekét. Ami ugye senkinek nem joga, de hát nyilván itt ez egy nagyon mélyen szántó vita, már nagyon-nagyon régóta. De az én véleményem keresztényként az, hogy ez a gyermek a születéskor nem a születéskor keletkezik, hanem megfogan, és akkor minden eldől, eldől a neme, eldől, hogy ő egy ember, és ugye úgy kellene tekinteni, viszont a feminizmus elérte, hogy egy ilyen sejtcsomónak tekintik. De mindegy is, a feminizmus mögött szépen elkezdtek felsorakozni a többiek is, ugye a melegek, a leszbikusok, és akkor szépen kialakult a betűtészt a leves LMBTQ, ami ugye a plusz az a végtelen számú lehetőségeknek a, a jelentése. Viszont ugye ezen belül úgy tűnik, hogy elkezdődött a transzneműeknek a kora, mert a transzneműek lettek egyértelműen minden szempontból előnybe részesítve. És erről én nagyon sokat beszélek, aki hallgat, azt tudja, hogy ugye nőként a nők totálisan hátrányba kerülnek a transzokkal szemben, mert ugye a nő joga onnantól kezdve megszűnik, hogyha egy transz férfi, mert én ugye azokat is férfinek tartom, aki nőnek tartja magát, tehát hogyha a férfiak, akik nőnek tartják magukat, be akarnak menni a női mosdóba, mondván, hogy ők nők, akkor ott a biológiai nők jogai sérülnek, és ugye ezek a dolgok, meg hát a, kis, a kislányok, erről is rengeteget beszélek, hogy mondjuk egy úszó csapat, és akkor ott vannak ezek a tinédzserek, akik egyébként totál szégyellik magukat, meg eleve még mindenki nagyon szemérmes, amíg át nem nevelik ugye a hollywoodi filmek, meg a különböző ruhadivatok, ami egyáltalán nem egy, egy üdvös dolog. De minden esetre nem, tehát nem szeretik, hogyha az ember mondjuk elmegy vele vásárolni, nem szereti, hogyha Próbafülkébe úgy benézek, hogy nincsen felöltözve. Tehát most képzeljék el, hogy bemegy utána egy felnőtt férfi, aki nőnek van öltözve. Tehát ez egy olyan szintű belső sértés, amit nem lenne szabad engedni. De minden esetre úgy tűnik, hogy a nők itt már totálisan a háttérbe szorultak, mert hogy a transzoknak sokkal erősebb, úgymond, a kisebbségi joga ahhoz, hogy ő kifejezze a saját maga által elképzelt mentális állapotot, mint annak a kislánynak, aki egyébként, akit egyébként védelmezni kellene vele szemben. És aztán kiderülnek ugye lépten nyomon, hogy lényegében nem is tartja nőnek magát, csak ez az egy módja van, ahogyan úgymond állami támogatással be tud kerülni olyan közegbe, ahol a zsákmány található. Tehát ezek a legtöbb esetben, vagy hát nagyon sok esetben ilyen ragadozók, akik a kislányokat szeretnék úgymond nézegetni, és nem tartják magukat nőnek alapvetően. Tehát ezt a női börtönökben is látjuk, hogy persze be van zárva valaki hosszú időre, akkor megragadja az első lehetőséget, hogy nőhöz jusson, tehát akkor kikiáltja magát nőnek, átkerül a női börtönbe, és aztán agyba főbe erőszakolja az ottaniakat. Tehát az a helyzet, hogy a nők azok egyértelmű vesztesei a saját feminista mozgalmuknak. Ugye a melegek megint csak vesztesek a transzokkal szemben, mert ugye azt szokták mondani most már, hogy ha valaki mondjuk a másik nem, nem a másik nemhez vonzódik, hanem a sajátjához, akkor azt mondják rá, hogy te nem meleg vagy, hanem te transz vagy. Tehát most már itt is van egy érdekellentét, és akkor most megjelent úgymond egy teljesen ettől az egész gondolatmenettől idegen entitás, a palesztin párti LMBTQ+ hogy a palesztinok, meg alapvetően ez az egész közel-keleti konfliktus, ez sehogy nem passzol bele ebbe a nagy mozgalmi világba, ugye a betűtészt a levesbe, mert hogy az iszlám, hogyha valaki tényleg érti, hogy mi történik ott, hát nem kifejezetten tolerálja az ilyen fajta mentális deformációkat, mint a meleg pártiság, vagy nem a meleg pártiság, hanem az, hogy valaki homoszexuális, vagy transznemű, vagy esetleg ilyen crossfit, vagy nem, vagy esetleg ilyen crossdresser, tehát aki ugye nem tartja magát nőnek, de női ruhákban szeret öltözködni. Tehát ez, ez a, tehát végtelen formája van az emberi mentális betegségeknek. Pontosan ezért nem kellene őket főárammá tenni a társadalomban, de teljesen mindegy is ez, mert ugye az iszlám az, az meggyilkolja az ilyen embereket, és mivel ugye nagyon-nagyon agresszív és, és erőszakos, ezért nem problémáznak rajta sokat, tehát nincsen ilyen, hogy akkor jaj, hogy hogy szóljak hozzá, meg nehogy megsértsen, meg minden, hanem ott ott erőszakon ezekkel szemben, és akkor ugye megjelenik ez a nagyon furcsa ilyen paradox entitás, ez a Queers for Palestine. Aki ugye most már kijelenti, hogy a Pride hónapban is a palesztinoknak a saját államhoz való létjogosultsága az sokkal erősebb, mint az, hogy a transzok meg a többiek felvonuljanak. És hát az az igazság, hogy itt megint látszik egy szintlépés ebben a mozgalomban, és egyáltalán nem egy jó szintlépés ez, ugyanis itt most. Nyilván én nem akarok a transzok mellé állni, meg a melegek mellé állni ebben a dologban, mert szerintem már eleve ott hibáznak, hogy felvonulnak, és közszemlére teszik ezt az egész dolgot, mert szerintem ezeket nyilván neki joga van úgy élni, ahogy akar, de nem kell népszerűsíteni. Tehát a heteroszexuálisok sem tartanak felvonulást, hogy a heteroszexuális létformát népszerűsítsék, meg ráadásul nem akarnak polgárt pukkasztani a, mit tudom én, milyen, outfitjük be, ami egyszerűen olyan botrányos, hogy az ember a gyerekét nem viheti ki addig az utcára, amíg el nem vonulnak. Tehát az, az igazság, hogy itt most van ez az érdekellentét. És ugye látjuk, hogy az iszlám burkoltan szinte most már mindenhova betüremkedett. Tehát azt hittük, hogy ez két egymással szemben álló totálisan ellentétes dolog, de kiderül, hogy mégsem az. Ráadásul kifejezik, hogy a palesztinoknak az államhoz való joga, meg népként való létezésének a joga, az sokkal erősebb, mint a Pride hónap. Ebben is lehetne vitatkozni, de alapvetően ez azért veszélyes, mert ezzel egy heteroszexuális sokkal simábban tud azonosulni, főleg, hogyha félre van tájékoztatva, hogy mit is jelent a folyótól a tengerig szabad palesztina kifejezés. Na most, a másik hír, ami ugye megint csak egy iszlám hívővel kapcsolatos, az pedig Németországban történt, ugye látjuk, hogy Egyáltalán nem garancia semmire az, hogy valaki fiatalon bevándorlóként bekerül egy nyugati társadalomba, és hogy aztán utána úgy néz ki, mintha egy normális polgára lenne az adott országnak. Ugyanis ez a Mannheim-i késes támadás, amiről ez már ugye elérte a magyarországi sajtónak a szintjét is, mert ugye itt már egy híres úgynevezett szélső jobboldali, egyébként pedig csak iszlámkritikus, konzervatív politikus is megjelenik. És ugye itt már erről lehet beszélni, tehát az, amikor az átlag német polgárt késelik halára, az nem annyira érdekes, tehát erről nem írnak, és arról sem, hogy ez hányszor történik meg. Én ugye csináltam erről podcastet, amit aztán le is tiltottak végleg, de az a helyzet, hogy erről ugyanis erről, erről mégiscsak kell beszélni, és muszáj erről beszélni. És ugye itt van ez a Michael Stürzenberger, akit egyébként korábban is már lehetett látni, tehát ő egyébként egy konzervatív politikus, és akkor van ez a Pax Europa mozgalom, aminek a vezetője, tehát most már nem politizál a bundesztákban, hanem most már csak ilyen aktivistaként politizál, és ugye egyértelműen iszlámkritikus. És ugye ezt a Pax Europa mozgalmat, ezt minősítik szélső jobboldalinak. Most én ebben nem akarok belemenni, hogy megfelel ennek, vagy nem felel meg. Az a lényeg, hogy oda ment egy fiatal, bevándorló, egy afgán, azt hiszem 25 éves fiatalember, akiről annyit lehet tudni, hogy két gyereke van, családja van, úgynevezett normális életet él, beilleszkedett a társadalomba, nem volt neki problémája a rendőrséggel, senki sem figyelt oda rá, hogy bármiféle akár terror szervezethez való tartozás, hogy bármi egyebet lehetette volna hozzá kötni. És akkor megjelenik egy ilyen rendezvényen, ami egyértelműen iszlámkritikus, és akkor megkésel egy rendőrt, aki aztán később bele is halt a sérüléseibe, megkéseli ezt a politikai vezetőt, aki ugyancsak nagyon súlyos sérülésekkel került kórházba, és ugye őt is meglőtték a rendőrök, már ezt az elkövetőt, ami miatt ugye nem, lehet előáll, nem lehetett előállítani, mert ugye őt is kórházba kell kezelni. De egyértelműen mindenki azon gondolkozik, hogy mi történt. Tehát mi úgy gondoltuk, hogy ez az ember, egy normális polgára a német társadalomnak, lehet, hogy nem német születésű, de azért mégiscsak családot nevel, meg beilleszkedett, meg nem bontja a rendet idézőjelbe, és akkor létrejön egy ilyen szituáció, amikor egy ilyen hihetetlen erőszakos bűncselekményt késsel, mert ugye kés lehet tartani Németországban is, tehát azt nem kell bejelenteni, hogyha valakinek van egy szakácskése otthon. Magyarul ezért választják a bevándorlók a késes támadásokat, mert ugye lőfegyvert, meg egyéb olyan fegyvereket nem tudnak regisztrálni, ami azonnal bekerül bevinni őket a köztudatba, vagy legalábbis a hatóságoknak a látókörébe. A kés az egy teljesen jól hordható, annak ellenére, hogy nyilván azért ezt nem preferálják a németek, de nem nagyon lehet, mert ugye nincs mindenhol fémdetektor, tehát nehéz például egy metróba vagy bárhol lekapcsolni olyan embert, akinél kés van. És ö, ugye itt most megint csak megtörtént, és ez már ugye a, a közel, tehát ebben az elmúlt három hétben ez a második ilyen esemény, amikor szélsőségesek egy úgynevezett konzervatív politikust, akit szélsőségesnek minősítenek, mert ugye, hogyha náci, most nagyon durván sarkítok, akkor őt meg lehet ölni. Tehát őt, akkor ez szabad préda, és akkor nyugodtan, akinél van kés, az nyugodtan menjen oda. Tehát ez is most csak szarkazmus. Egyáltalán én nem gondolom azt, hogy bárkit is meg lehetne ölni, szerintem senkinek nincsen joga egy másik embert megölni. De az a lényeg, hogy úgymond minden egyes olyan átlagpolgárnak polgárnak tűnő bevándorló, aki talán beilleszkedett, de egyáltalán nem ebben a kultúrkörben mozog, mint ami a mi, mi zsidó-keresztény kinyilatkoztatáson álló kultúránk, az potenciálisan radikalizálható, és ráadásul az a baj, hogy még a mi már a teljes vallásuktól és hitüktől megfosztott gyermekeink is, a fiatalok, a következő generáció, ők is radikalizálhatók. Mert egyrészt bennük van ez a lázadás, másrészt, hogyha csak egy bizonyos irányból tájékozódnak, és nincsen beléjük nevelve, hogy legyenek kritikusak az egyébként totálisan elfogult médiával szemben, akkor létre lehet hozni amerikai fiatalokból ilyet, mint a Queers for Palestine. Tehát abszolút látszik, hogy ezek a rétegek, egyrészt az iszlám az azért radikalizálható, mert ők nem nemzetpártiak, hanem az egy globalista ideológia, ami lényegében a kalifátusnak a létrehozására, meg az ummának a kiterjesztésére, tehát az iszlám által kontrollált területnek a kiterjesztésére, esküdött fel, tehát lényegében ott nincsenek úgymond nemzetek, hanem ügyek vannak. Jó, persze, nyilván mindenhol vannak országok, meg vannak különbségek ezek között a csoportok között, de lényegében olyan konfliktus helyzetek állnak elő közöttük, mint amik ezek a régi törzsi konfliktusok voltak, ami nem alapvető ideológiai probléma, hanem terület, meg erőforrás miatt alakultak ki. Tehát ők lényegében globalista agendát képviselnek, nem pedig egy nemzetpárti agendát, mint amit elvileg a konzervatívok. Tehát itt is, amit a konzervatívok. Tehát itt is van egy ellentmondás, meg itt is van egy ellentét, ami összefeszül a kettő egymásnak. És ugye látjuk, hogy bármelyik úgymond normálisnak tűnő iszlámbevándorlóból potenciálisan lehet ilyen merénylet elkövető és ilyen terrorista, és ezért pontosan emiatt figyelni kellene csak hát minél többen vannak, annál nagyobb falat a rendőrségnek, meg a különböző titkosszolgálatoknak, hogy ezekre odafigyeljen, meg ezeket kéz alatt tartsa. Tehát fel van adva a németeknek a leckede, az a helyzet emberek, hogy nekünk meg nem szabad beengedni őket, és szerintem pontosan ezért jó ez a helyzet, ami most van a politikában, hogy ne idomuljunk Brüsszelhez, meg ne idomuljunk a másik oldalhoz, ahogy azt a baloldaliak mondják, hanem igenis álljunk ki, hogy mi döntjük el, hogy ide kijön be, mi nem akarunk migrációt, nem akarunk gendert, mert ugye látszik, hogy ott is ilyen teljes összezavarodottság van, és nem akarunk háborút sem. És szerintem ezzel az üzenettel igen is lehet azonosulni. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon-nagyon jó a hétnek a hátra levő része az önök számára, vigyázzanak magukra, és ha minden jól megy, akkor a jövő héten találkozunk. Viszont hallásra!